már is itt van a zenekar két tagja, Varga Gábor és Csomós János, akiknek gratulálunk. Nagyon szépen. Tavaly ezüstérem, most első hely, és nem is egy első hely, hanem rögtön kettő? Így van. Tehát na, meséljetek. Idén most sikerült megnyernünk a közönségdíjat, ami abból állt, hogy ilyen lájkérméket lehetett gyűjteni, olyan szórakozó helyek, meg éttermeknél, ahol ki volt rakva, hogy ilyen érmét lehet kapni, minden 1000 forint vásárlás felett kapott a járók elő egy ilyen érmét, és ezzel tudott ránk szavazni végül is. Ebből nekünk sikerült összegyűjteni több mint 1300 ilyen darab érmét, és ezzel végül is megnyertük a közönségdíjat, ami egy 1 millió forintos fődíj volt, és mellette megnyertük még a szakmai zsűri díjat, ami 100 000 forint volt, de versenykikötés, hogy a zenekar nem nyerheti meg mind a kettőt, így hogy a második díj, a kisebb 100 000 forint, azt átruháztuk a második zenekarra. Uh-huh. Ó, de rendes dolog. Hát azt nem mi döntöttük el, ez egy ilyen versenyszabályozás. Azt látom, hogy rengeteg ember állt ott a koncert környékén, és hát mi csak egy 5-6 perces részletet mutattunk be, de hát ez sokkal hosszabb volt, ugye ez a koncert? Milyen hosszú előadást kellett ilyenkor bemutatni? Hát azt úgy kellett elképzelni, hogy egy nap volt minimum két blokk, ami úgy abból állt, hogy 2x45 percet kellett nekünk koncertezni megadott helyeken a városon belül. Tehát lefújtunk egy 3-4 órát, zenéltünk, utána volt egy 15 perc kis szünetünk, uh-huh. és akkor utána még egy 3-4 órát kellett fújni. Hát bevallom, öt napon keresztül folyamatosan, ez iszonyat fárasztó volt. Bevallom, hogy tanakodtunk egy picit, hogy melyiket játsszuk be, mert nekem nagyon tetszett a tankcsapdás produkciótok, ami szintén fent van a videó megosztón, és hát ilyenkor az ember milyen hosszú repertoárral készül? Tehát akkor 2x45 perc, akkor jó sok zene belefér. Így van. Hát elég széles most már a repertoár, meg mennyiségben is sok. Köszönhető ez Koi Gergőnek, ő az együttes vezető, ő szokta átírni ezeket az átiratokat. Idén nagyon is büszkék voltunk, mert a szakmai zsűri meg is dicsérte külön ezt a zenekart, hogy nagyon tetszik neki ezek az átiratok. Igen, Gergő azért a próbákon kívül nagyon sok munkaórát tesz ebbe az egészbe otthon is, amikor a számítógép előtt ülve zeneszerkesztő programmal megírja ezeket az átiratokat, mert hát azért elég speciális a felállás, hogy többnyire énekes nélkül szólalnak meg ezek a darabok, és fúvós hangszereken dobbal még a megafon az, amit így eszközül szoktunk hívni, és hát azért át kell ezt gondolni, hogy melyik szólamot kijátsza, mi hogy szólna jól, úgyhogy neki azért nagy érdeme van ebbe az egészbe. Mennyire előzi meg komoly felkészülés mondjuk ezt az ötnapos fesztivált? Hát nagyon. Ez a zenekar már 2 éves, 2016 májusában alakultunk. Heti minimum 2 próbát szoktunk tartani, úgyhogy ez már magában elég sok, mert ez a próba olyan 3-4 órások szoktak lenni. De így, hogy beindult a nyári szezon, hál' Istennek nagyon sok felkérésünk van már nyár végéig, az összes hétvégére, így most már azt mondjuk, hogy elég talán egy héten egyszer próbálni, mert a második próba az mindig élesbe megy már a koncert alkalmába. Igen, próbáltuk a téli időszakot, amikor egy kicsit kevesebb fellépés van, kihasználni arra, hogy a repertoárt egy kicsit frissítsük, új darabokat tanuljunk, és tudván azt, hogy hál' Istennek már azért a nyár az elég szépen úgymond tele van koncertekkel, különböző fesztiválokkal, és hogy akkor próbáltunk előre dolgozni, egy kicsit előre készülni a fesztivál szezonra úgymond. Ez mind utcazenei fesztivál, amire mentek, vagy hívnak titeket bármilyen rendezvényre? Nem, akár a legkülönbözőbb rendezvényeken. Vidolfesztivál, vagy falunap, vagy bármi, mert itt ez mindenhol jól szól. Ez bármi, úgy, ahogy mondod, ez bárhova. Uh-huh. De mi szeretnénk kinőni magunkat ebből az utcazenélésből, és szeretnénk azt elérni, hogy mindig nagy színpadon kihangosítással tudjunk egy órás koncertet adni. Amire most lehetőséget kaptunk, mert júliusban a kampuszon, Debrecenben a nagy színpadon fogunk tudni egy órát játszani. Akkor a megafont el tudjátok tenni, mert ott lesz gondolom hangosítás. Igen, ez egy nagyon jó kérdés szakmai szempontból is, mert sokat filóztunk rajta úgymond, hogy most ez hogy legyen, és általában az szokott lenni, hogy marad a megafon, és a mikrofon is. Tehát a mikrofon mögé áll be, aki a megafont használja.
külön kényes téma hangosítás szempontjából, milyen közel, milyen távol legyen, de a megafonnak van egy sajátos hangszíne, ami kicsit talán már a védjegyünk is vált, és illik is nagyon ehhez a stílushoz. Hát ha adtok egy like érmét, én a megafonra szavazok. Tehát nekem például nagyon bejött. Tehát azt mondom, köszönjük szépen. Rendben van. Említettétek a debreceni kampuszt, de Nyíregyháza közelében hol lehet titeket majd látni legközelebb? Most pénteken, 6 órától az Erdei Torna pályán lesz egy családi rendezvény, és ott fogunk egy órás koncertet adni. Igen. Tehát folyamatosan akkor fellépés, hegyek? Minden héten, igen, minden hétvégén. Ezt azért erővel is bírni kell. Hát azt néztem, hogy ezek a hangszerek sem olyan könnyűek, nem csak koncentrálni kell. Említetted, hogy akkor ez is egy hosszú koncert. Végigállni, végig koncentrálni, van külön esetleg ilyen fizikális edzésetek is? Hát maga a próba az már kitakarja a fizikális edzést is, de hát nem tudom, itt a Jancsi tudná megmondani, hogy mennyire nehéz, mert ő a legnagyobb hangszerű tubán játszik. Igen, hát történetesen a szuzafonnak hívják azt a fajtáját, a tubának, amit játszom. Ez a úgynevezett belebújós tuba, hogy viccesen hanyattes kürtnek is szokták nevecézni. És hát ez egy olyan 14-15 kiló környékén van, és akkor egy óra után az ember már úgy szívesen menne bárhova, ahol le lehet rakni ezt a hangszert. De én úgy gondolom, hogy nem is az állóképességnek nem csak ez a formája az, ami igazán megviselő, hanem ez, amit ezzel a pici izommal kell a fúvósoknak művelni, amiből sokszor egy olyan 1-1,5 óra bőven elegendő egy nap. És hát ezért volt nagyon nagy dolog ezt az egri versenyt végigcsinálni. Én sajnos ebben az évben nem tudtam ott lenni a srácokkal, de le a kalappal, hogy másodszor is végigcsinálták ezt az egészet, mert 5 napon keresztül napi 5-6 órát fújni az igencsak ember próbáló. Azt mondta egyik ismerősöm, én nem vagyok zenész, meg nem értek annyira hozzá, hogy talán a fúvós hangszereket a legnehezebb tisztán megszólaltatni. Tehát rengeteg gyakorlás és sok-sok év kell hozzád. Halljuk, amikor a gyerekek elkezdik ugye a kürtel, meg a trombita, meg a harsona, meg a többivel, és hát az elején nem úgy szól, mint ahogy szeretnék. Hát mondjuk ki bátran, hogy nem túl nagy élvezeti érték az első egy évben. A szülőknek mondjuk hallgatni egy gyereket. A szomszédoknak igen, kell, amíg eljutok egy olyan szintre, amikor már tényleg. Gondolom ez emberfüggő, meg tehetségfüggő, de amíg eljut egy olyan szintre egy tanítvány, hogy mondjuk már tényleg szépen szól. Ez tanítványfüggő is, én úgy gondolom. De körülbelül egy olyan részfúvós hangszereknél egy olyan 3-4-5 év, igen. Még úgy beáll ez az izomzat, meg maga a technika, a légzés, hogy azért már szépen meg tudjam fújni egy ilyen részfúvós hangszert. De hát nektek sikerült azért a szakma és a közönség is elismertiteket. Köszönjük szépen. Egyébként van ilyen? Egy dolog feltűnt, bocsáss meg. Hogy itt a videóklipen, amit látunk, illetve a bejátszáson, hogy sokan táncra perdültek. Ez jellemző? Tehát, ez hogy... nagyon jellemző, igen. Nagyon jellemző az összes koncertünk. Körülbelül úgy szokott elkezdődni, hogy az első 5 percben egy kicsit olyan lefagyott képpel szoktak minket nézni, hogy most úristen, miért? Nem tudják hova tenni ezt az egészet. És itt popzene van, Martin Garrix-től kezdve Timmy Trumpet, itt most nem tudják hova tenni, de a harmadik szám után már mindenki táncol. És mi nagyon szeretjük mi is bevonni a közönséget, mi is próbálkozunk egyre több show elemet rakni ebbe a... Tehát nem csak koncertet adni, hanem mi is próbálunk táncolni, bevonni a közönséget, ami zenei. Általában azok a koncertjeink, amikor színpadon vagyunk hangosítással, annak is általában úgy szokott vége lenni, hogy na akkor irány le a közönség közé, az utolsó egy-két ráadás számot már ott játsszuk el. Pont legutóbb Debrecenben a Roncsbárban is így lett úgymond vége a koncertnek, hogy egy ilyen nagy közös buliba és táncolásba torkolt a dolog, hogy együtt lementünk a közönség közé, és együtt bulisztunk. Zárszóként pedig még annyit áruljatok el, hogy a sikeretek kapcsán a közönség, vagy a szakmai zsűri díja esik jobban, vagy úgy melyik áll titek hozzátok közelebb? Mind a kettő. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Mindegyik más miatt fontos. Úgyhogy hát a szakmai énünknek, a közönség meg hát miattuk csináljuk ezt az egészet velük, azért sokkal többet találkozunk. Köszönjük szépen, fiúk, gratulálunk, várjuk a további like-érméket, reméljük, hogy hasonló sok sikerről számolhatunk még be, meg hát akkor hallhatunk titeket majd itt a környéken bőven, legalábbis nyáron.